Jó napot kívánok! Tudja, mire állítottam meg? Mert én egy rendőr vagyok. Azért van rajtam ez a sellény, látja, hogy a hülyék is értsék. Rendőr! Örülök, hogy az ítéstől számított 100 méteren belül tetszett megállni. Jók a fékek, látom a drágábbi gumit vette. Utoljára ennyit benzinkúton gyalogoltam, mikor hátul volt a vécé. Személyigazolványt, vezetői engedélyt, lakcímkártyát kérnék felmutatni. Mi? Nézzem meg alaposan, minek? Na, lássuk, Lázár János. Maga az a fogadhajtó közértes, akinek a testvére van. Na, ez itt, uram, nem a Ben Hur, hanem az Ötös út. Maga nem is a fogadhajtó, akkor meg mit nézegessem? Képviselő? Területi képviselő? A vonos csávó? Minimálbér plusz jutalék. Nem az? Csak jutalék? Országgyűlési képviselő. Milyen van magának? Mentelmi joga? Nekem meg telefonszámom a Blikhez. Ha szépen mosolyog, képet is küldök. Na. Szálljon ki, szépen addig se gyűrődik ez a drága öltöny. No. Amíg kiavászkodik, belekukkantunk a forgalmiba. S8-as Audi. Tudja, mi a jó ebben az Audiban? Hogy nincs nála drágább. Na, itt a leasing szerződés. Tényleg 600 000 forint havonta? Ja, hogy csak a rádió? Aha. Mondjuk azt nem értem még, hogy mi ez az S. Azt akarja mutatni, hogy ilyen kicsi S-es méretű Audi-val jár? Csak a szerénység mindig. Azért, ha a smart pontokat gyűjti, két tankolás után már kap egy benzinkutat. Aztán meg ez az alvásszám nemzetbiztonsági okokból van kisavazva, mi? Ja, hogy ez egy egyedi alvásszám. János 00000001. Hány kipufogója van ennek az autónak? 2, 4, 6, 8, ez már kéményseprő engedélyikkel. Ja, hogy ez a kettő itt az utánégető. Hát némám, milyen forgalmi pótlap kellett, hogy kiférjen a lóerő. A biztosításból meg kijön évente 2 Suzuki. Hát, nem cserélném el a lőcsét a magaméval, ha ilyen kocsi kell. János, János, jöjjön ide hátra a csomagtartókod. A jól öltözött nagy darab barátjának meg szóljon, hogy ne izéljen a géppisztolya. Mi az, hogy kormányőr? Akkor üljön a kormányhoz, azt őrizze. Ilyen drága kormányra vigyázni is kell. Motort miért nem állítja le? Klíma is megy. Eltart egy ideig, amíg ezt a mezőt itt letetszik hűteni. Szóval... János, hát... mit csináljak én most magával? Milyen gyorsan jött János? Olyan gyorsan jött János, hogy már szinte ment is János, mire... Hát nem tetszett észrevenni a hangrobbanást. Ilyen hifinél nehéz is. Szigeten elég, ha beáll a nagy színpad elé, nem is kell hangosítás, még a Tarlós úr is hallja a Váci utcán. Hogy ebbe a kocsiba mennyi gomb van? Nem csoda, hogy maguk ott a parlamentben megzavarodnak. Ha nekem ennyi gomb volna a kocsiba, én is megzavarodnék. Mondjuk, ha jön egy kéményseprő, volna mit megfogni. Ne szórakozzak, mesélje? Éppen azért szórakozom. Maga járt ugye egyetemre, illetve maga járt. Na. Mondhatnám azt, hogy 2 20 000-es közé csúsztasson be egy harmadikat, de... Az ugye már igencsak korrupció lenne, amit mostanában komolyan vesznek, úgyhogy Pintér Sándor emlékére inkább lássuk a kötelező felszereléseket. Na János, elakadás jelző, nem is háromszög, ez csillagkapu. Első segély készlet. Ó, látom, orvos is van hozzá. Milyen kis helyen el... Ha mi van?
van itt a csomagtartóba? Egészségnap! Izzókészlet! Ja, 7000 darabosat úgyse láttam, mi? Nem az olcsóbbikat tetszett választani. Láthatósági mellény. Hé, Dolce Gabbana. Hölgyeknek láthatósági kisestély is. Jó. János, most lássuk az elkövetett szabálysértéseket, akkor volt ugye a gyors hajtás. 50-es táblánál 350 km per órával készült épp a felszállásra. Majd utána figyelmen kívül hagyott 4 körforgalmat, meg egy Tescós rokkant parkolót. Akkor itt van ugye ez a kerékpárúton való tolatás. Szerencsére csak 130-al, de kerékpárúton ez is egy cseppet sok mondjuk. Megmagyarázza a dolgot, hogy közben telefonált, de azért... A biztonsági övet sem ártott volna bekapcsolni, mert felszálláskor is mindig erőltetik akkor, ugye. Itt van még ez a lézer blokkoló. Ez annyira blokkó, tegnap senki nem tudott kijönni az okmányirodellából a fotocellás attól. Kollégának 2 dioptriát javult a szeme, mikor bevértük. Oaj, van benne kakaó. Na János, hát ez ahogy így osztok, szorzok, kivonok. Na, van mobilja, számológép van rajta, adjam állj be. Na, köszönöm, akkor lássuk, 110 meg 5, meg 7, meg 3, meg a csillagkapujér 4 mínusz, a jutalompontok plusz áfa, összesen 145 pont. Emiatt körülbelül 9-szer vesszük el a jogosítványát. Oh, valaki hívja, milyen Viktor? Kormány Viktor, várjál Viktorkám, mert épp számolok a mobiliám, majd mindjárt visszacsörök, de kihangosítóról, ugye? Flottás úgyis ingyen beszéltek, nem? Nézze már azt az állatot, mit csinál, harmadszor előzte meg a busz megállót. Álljunk csak meg! Na, Stoll úr, megint találkozunk. Mikor fogyasztott utoljára alkoholt a száján tartott viszkis üvegtől eltekintve? Húzza össze kicsit a pupilláját, mert megijedek. Látom az összes pohártartó foglalt, nem dohányzok, nem tudok cigit adni. Na János, új kuncsaft érkezett, menjen, majd értesítjük. De ésszel.